Magyarország második legnagyobb városába, ami Debrecen, és itt van velem Danielfi Gergő, kollégám és barátom, akivel bejárjuk a várost. Segít, hogy itt ne tévedjek el annyira, hiszen Debrecent annyira nem ismerem, mint ez a fickó. Hát igen, egyébként én 19 éves koromig itt laktam, és itt ennél nagyon sok változáson ment végig a város, de azt gondolom, hogy nem fogjuk elveszíteni egymást. A Békástónál vagyunk, ami nekem azért nagyon fontos, mert valahogy egyszer kicsit ilyen depis üzemmódba kapcsoltam még a gimnázium 5. évébe, akkor még nem is volt az, hogy én szeretnék menni színművészeti egyetemre, vagy ezzel foglalkozni, és valahol itt mondtam el a József Attila verset, Kész a lehetek című verset, és akkor annyira jól esett, hogy azt éreztem, hogy na, most megvolt az a pillanatom, amit én szeretnék az életemben többször is. Debrecennek is, meg a gimnáziumomnak is köszönhetem azt, hogy azt a pályát választottam, amit én nagyon szeretek. Itt van a szabadtéri színpadunk, és iszonyatosan jó hangulat van, amikor itt előadás jön. Debrecenben mindig nagyon-nagyon jó szíve jövök haza, és hát azért ez a szülővárosom. Debrecenben általában egy évben kétszer jövök, vagy háromszor. Vagy csinálok egy akusztikus önálló estet, vagy csinálok a Roncsba egy zenekarit, és a Campus Fesztivál. Most vagyunk itt a Ady Endre gimnáziumnál, én egyébként itt érettségiztem. Amikor még ide jártam, akkor inkább volt az bennem, hogy én kosaras leszek, de hát most pont újítják egyébként a Csokonai Színházat, az pedig ott van. Csokonai Színházban volt az első szerepem is, a Légy jó, mint halálikba, és tulajdonképpen ez indította el az én életemet. És akkor órák után, próbák után itt még este egy kicsit bulizgattunk és el voltunk. Ott kajáltam mindig. Olyan finom makaróni van, hogy ez valami zseniális, amikor édesanyám terhes volt velem, akkor azt mondta, hogy mindig makaronit evett, és lehet ezért kívántam meg a makaronit. És igazából mindig, hogyha tehettem, suli után én idejöttem a délibába, és makaroniztam. Itt vagyunk most a nagy templom előtt, Debrecennek talán a legnagyobb látványossága is. Itt szoktak lenni a nagyobb koncertek, augusztus 20-a, a Virágkarnevál például, itt szokott lenni a felvonulás, itt szokott lenni a díszpáholy, ott lehet látni a Csonka templomot, és ott messze-messze még lentebb, ott van például a nagy állomás. Akartam Debrecen Egyetemre menni, de bennem volt azért az, hogy utazni. Magyarország tekintetben mi a kedvenc desztinációd? Hát én Szentendrét nagyon szeretem. Közül is van Pesthez, de gyakran el szoktam járni. Nagyon kikapcsol, olyan, mint egy kis olasz város. Akkor ezt egy Olaszországban is szeretsz járni. Olaszország szinte. Érted, bemész egy boltba, és akkor ugyan grazie mille, bonjour, és senkinek semmi baja, legalábbis ezt érzed, és mindenki örül, hogy te megjöttél. Nagyon-nagyon szeretnék így kicsit így elutazni. De szívem csücske mindig Magyarország, tehát én az hű vagyok, hogy ahol születtél, szerintem az nem véletlen van. Ha Magyarországon születtél, akkor neked te magyar szív dobog benned, és az otthonod bárhova mész, az lesz. Persze. Itt laktak mamáik, és amikor édesanyám dolgozott, akkor mindig mamához rakott le, és együtt voltunk nagyon sokat. Nekem ő volt tulajdonképpen a legjobb barátom. Itt ez az a ház. Itt volt az első olyan nagy meglepetésem, amiért iszonyatosan sírtam, az egy gokárt volt. Kérdezte apukám, szia, öcsi! Látod? És nem volt megtervezve. Tehát, hogy milyen csodálatos. Nekem egyébként vágyaim közt van picit, hogy visszajöjjek, mert én nagyon szeretem Debrecent, de hát azért már így az életem Budapesthez igazodott. És inkább, de lehet ez jobb is, tudod, mint egy kapcsolatban. Amikor így mindig várod, hogy találkozz a barátoddal. És nekem talán ilyen Debrecen.